J and Phil T. Sziasztok, Feke vagyok. Én meg Puli. Köszöntünk titeket a 2015-ös EGRI Hip Hop Contesten, amiről azt kell tudni, hogy... egy hihetetlen nagy volumenű tehetségkutató verseny hip hop kategóriában, ami annyit tesz, hogy feltörekvő hip hopperek, feltörekvő MC-k mutatják meg azt, hogy mit is tudnak ma Magyarországon. Ez a hely most szerintem azért nem tűnik a nagynak, de egyébként nem kicsi. Itt körülbelül egy 200-250 ember elfér itt a színpad előtt, úgyhogy lehet persze chillelni ott hátul nyugodtan, de lehet majd ide jönni egy kicsit biztatni a többieket. Én nekem meglepetés, hogy ilyen sokan vagytok itt, meg még a városban is láttam itt-ott tücsörögni padokon srácokat és cigarettáztak éppen. Ellenem te, hogy itt létezel, próbálod a rappet, meg hozod a tarján, de légy szíves Csabinak, szopkod a faszát, vagy mégse. Simán csapatom a flót, meg csavarom a Joe-t, meg a csapatom az jó, behozom ezt, meg behozom azt, és te vagy itt, testvérem, a legombolt fasz. Te kell, most betörem a fejed a flómmal, te meg tépsz a Joe-val, de nem érnek el, mert a Csabikám előttem letérne fel, engem nem érnek el, a szemetek folynak a verebek, úgy, mint a galambok, hogy a szavam fosztoszt, elhitted, mint a nem színek, dobom a fakot. Meg a basztának egy pakkot, hogy betépjen. Hogy mit láthattunk itt az előbb? Hát ez kérem szépen, ez freestyle volt kőkeményen. Ez az igazi magyar underground, és kiállok ezekért a srácokért, ez bűnös zóna, a vadak, az MB, ez az igazi underground, nem az, amit nyomatnak a fesztiválokon. Ez az underground, és ezt hozzuk mi. Miért jobb egy ilyen tehetségkutató verseny, mint mondjuk azok az előadások, mondjuk egy OSG, mondjuk egy OMF, amin szintén nagyon sokan szoktak részt venni? Nagyon sokan vesznek részt ezeken a rendezvényeken, mert az a helyzet, hogyha szépen akarom mondani, akkor azt mondom, hogy a fekália csillogása is vakító. És az a helyzet, hogy mivel nagyon sokan szeretik és eladható zenét csinálnak a srácok, ezért ők tényleg jó zenét csinálnak. De az a helyzet, hogy egy olyan összezáró klik van közöttük, hogy
kismillió 200 000-en vagyunk, akik oda juthatnánk, és nem juthatunk oda, mert összezár a klik, és én azt szeretném, hogy mi itt a második vonalba ilyen rendezvényeken, meg alapjáraton is fogjunk össze, ismerjük meg egymást, tudjuk, hogy mit tesz a másik, mert csak összefogással tudunk sikereket elérni. Külön-külön betörni nagyon nehéz együtt, viszont újat tudunk alkotni. Nagyon nagy nehézségekbe azért nem ütköztünk, ugye ez már a hatodik ilyen jellegű rendezvényünk, itt az elmúlt 8 évben többször szerveztünk a hip-hop contestet. Tudtuk azt, hogy mire vállalkozunk, mire készülünk, annyira lényegesen pedig nem volt túl jelentkezés. A tavalyi évhez képest például pontosan azt hiszem, hogy 6-tal kevesebben érkeznek most, de még ez is azt jelenti, hogy 75 különböző csapat jön, ha jól emlékszem, akkor 52 különböző településről, városból, Magyarországról, de Soprontól, Békés Csabán át tényleg mindenhonnan érkeznek hozzánk ma itt vendégek. Igazándiból ez már mondhatni ilyen gyakorlattá vált a hip-hop contest szervezése, tehát hogy különösebb nehézségek ezért nincsenek. Persze, mint mindenben ebben is megvannak azok a dolgok, a hétköznapi problémák, amelyek jelentkeznek, de szeretjük és ezért csináljuk, mert ez a szépsége. Miért éri meg nektek, hogy ezt a versenysorozatot itt rendezzétek meg Egerben, ápolni a kultúrát, vagy esetleg pénzbeli, finanszírozási dolgok, ezekre vagyok kíváncsi. Nem, aki pénzt szeretne keresni azzal, hogy hip-hop versenyt szervez, az felejtse el, tehát hogy ez azért nem erről szól. Ez egy nagy szerelem, ez egy nagy régi szerelem, tényleg 2007-ben indítottuk útjára ezt a hip-hop contestet, és voltak éppen ez egy gyermek, amit mi nevelgetünk, és most már 8 éves lett, és nehéz lenne elengedni, meg szeretjük tényleg. Tehát ez egy nagyon jó kis móka minden év februárjában. Stílusos szerintem hova tennéd magad? Neked a rap vagy a hip-hop vonal, az mennyire érzed magadénak? Mennyire érzed azt, hogy ezért kéne ezt a hip-hop contestet megszervezned? Maximálisan, ez is egy ilyen gyerekkori kattanás, tehát maga a hip-hop iránti szeretet, és hát gyakorlatilag már itt a baráti kör is azokból az emberekből tevődik össze nagyon nagy részben, akik vagy ezzel foglalkoznak, vagy valami közük van hozzá, szóval ez egy ilyen nagyon nagy család, és szeretjük ezt tényleg így ápolgatni itt a kontesztel is, meg hogy mindenki megmutathatja magát. Kezdődik a menet a figyelemben, a tét, a kerbe, mint a repeszű szállasztok meg örök a mindent fel elrepesz, csak ott nyer, aki már aki beragadtam a legetben, mert ez szívből fakadó, nem itt elemi telepítlen lenderez, hogy kapom a lapokat, kapogatok, hogy tapad a kezem a zászlót, meg remeg a ház, meg nyugodtam látod, de neki szemére vedem a lázat, a legerőt meg is ahol a válasz, mondhat a bólint, az a pont, mint az igazit, amint a mondatunkra bólint, az rá, amíg a mondatunkra bólint, az rá. Hallod, itt ilyen verseny van. Egy jó tanácsom van, nem kell szöveg. A legjobb, hogyha ilyen néné, nánánáná, most utána mehet ez a fölfüggető sízni, nem semmit nem csinálni, hogy igazából csinálni. Jó van, bazdmeg! Mik a jövőbeni tervek, a jövőbeni célok? Értem azt, hogy ezt nevezhetjük hagyománynak? Ugye azt mondtad, a hatodik vagy hetedik szervezés. Ez a hatodik hip-hop contest, és ez a hatodik hip-hop contest, mondom, 8 éve megy, ezen kívül is rengeteg rappel kapcsolatos rendezvényünk volt, természetesen ugye ez nem egy főállás. A tervek? Legyen hetedik. Sikerüljön ez a mai nap jól, és legyen egy hetedik hip-hop contestünk is. Itt Egerbe szeretnétek másféleképpen is terjeszkedni? Kicsit a kultúrát ápolni? Nem pont a hip-hopra gondolok, hanem más underground kultúrákra is. Érdekes, én alapvetően nem Egerben élek, de mi igen, tehát végül is próbálkozunk, meg különböző rendezvények mindig vannak, amelyekkel ugye akár a hip-hop kultúrát is itt tápolgatjuk, és tényleg, hát hogyha az elmúlt időszakra visszagondolok, akkor a graffiti versenytől a kiállításokon át, ugye amely a művészi oldalát volt hivatott bemutatni a festészek ezen ágának, ugye a graffitinek, a tehetségkutatókon keresztül DJ versenyek, tényleg minden volt már, táncosok, minden volt. Próbálkozunk, igen, tehát hogy ápolgatjuk, amennyire tudjuk.
Ha tehetnéd, mennyire őriznéd meg undergroundnak ezt a stílust? Mennyire szeretnéd, hogy mainstream legyen, mennyire legyen populáris? Vagy szeretnéd egyáltalán, vagy nem? Ki kell törni, jó az, a tehetségnek mindig utat ör magának, és valójában bármennyire is akar valaki kő underground arc maradni, hogyha tehetséges, sikeres, akkor igazándiból nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mi az az underground, mi az a mainstream. Előbb-utóbb, ez ugye nagyon sokakra rámondják, akik sikeresek, hogy ugye most egy nem underground már, meg mainstream előadó, mert játszik a TV, rádió, stb. Szerintem meg ez tök jó, minél szélesebb körben mutassuk meg a kultúrát. Sötét van, mozi van, figyelj, jó lesz! Gyere! Gyere! Eger! Tiffon Podcast! Figyelj! Gyere! Csütöm a királyságes, igaz eső és szaromban, nem tudok lenni, aki szakartam, az beadom. Hip-hop contest, hip-hop, rap, Eger, itt vagy ismét a fesztiválon, a tehetségkutatón. Hogy érzed a szereplésedet, hogy sikerült? Hát első körben egy vagy új zenével jöttem, igazából pár hete lett kész. Szerintem jó volt, egy kicsit ilyen pörgősebb motyó lett az egész. Remélem 12-ben azért tovább megyek, így, hogy tavaly sikerült megnyerni. Most hát, ha megint esetleg, de döntő az mindenképp cél lenne. Tavaly ketten indultatok, merre felé található most a párod, társad? Hát MC barátom most londoni vonalat erősíti, londoni magyarságot húzza föl, de hát igazából most is MC beatekre rappelek végig, ő adja mindig a beateket, úgyhogy megcsináljuk is együtt a cuccot, igazából márciusban is jön haza, csinálunk egy klippet is hozzá egyik zenéhez, úgyhogy meg vagyunk, köszönjük szépen. Esetleg új albumon gondolkoztok, vagy megpróbáljátok szólóba? Készülgetnek zenék új albumra, így MC-babaként, de igazából nekem így az évek alatt már összejött pár cucc, amit így most felveszegetek, kipróbálgatom, aztán tervezem, hogy még idén, vagy lehet, hogy jövő év elejére egy 10-12 számos szóló cuccot összerakok, természetesen MC-beatekre, MC közreműködéssel, meg barátok közreműködésével. Majd holnap gőg, demagóg, urai, kurafi, tudati, nyugati macska vezet. Még a vasas él, valaki hordja rezed. Egy egész horda helyett, mert ez a csorda reszett. Így hát én is beülök egy trabantba, vagy a mogyoró barkaszába, és hasonlítok egy ára a sodródó szalmaszára, szópótló balladára, míg a motor pereg. Na addig éljen a kormányváltó kar hatalma, belém hatolna csöndben, otthon leszek. Hazatértem, s rájöttem, van kettő felem. Volt. Mert most egy egész lett. Magamba zúdítom, hogy értsem az egészet, itt parázs az enyészet, ez itt ki tenyésztett fő. Fű. De jól érzem magam. És mondd, te hogy érzed magad? Ha marad tudatod, tudhatod hamarabb, mindig csak egy mag ad. Erőt. Ez erős, se baj. Váltok gyengébre, gyümölcsből, szefrére, a holnappal nem törődve, csak a must. Sziasztok srácok, felléptetek már? Persze, most voltunk főnök. Most voltunk. És hogy éreztétek, hogy sikerült? Hát igazából voltak kisebb, nagyobb problémák, de frankó volt. És mi lehetett a baj? Tehát mi volt a probléma? Valószínűleg az alkohol szintje, de ezt legközelebb mérsékelni fogjuk, mert ezzel jobban szeretnénk foglalkozni a zenével is. Ez már nem csak hobbi, hanem már magáért, a kultúráért szól, és azért, amit szeretnénk képviselni tovább. Mióta csináljátok? Én 5 éve csinálom, Válasz 2 éve, Szken pedig szintén 2 éve csinálja. És honnan jöttetek, hogyha ezt szabad megkérdeznem? Már csak azért, hogy abból a városból, községből milyen kategóriában képviselik a hip-hop kultúrát, a rap kultúrát? Hát igazából mind a hárman 18-ból vagyunk Budapestről, azért lett a nevünk 18+, úgyhogy peace, hallgassatok. Igazából csípik a zenét egyébként, szeretik a magyar rappet. Mit gondoltok, hogy a magyar rap mennyire menő, mennyire divat, mennyire hallgatják a fiatalok? Most itt a 10-15 éves korosztályra gondolok, vagy esetleg feljebb? Én úgy érzem, hogy a magyar rap egy elég nagy mélypontot ért el az RTM-mel is, magával, ezzel az egész kultúrával, amit ők akarnak így képviselni, mert egyszerűen megrontják a fiatalságot ezzel a... Nem akarok jelzőket használni, ezzel a káromkodással és ezzel az undorító stílussal. Én is szoktam vulgáris szövegeket írni és néha káromkodni, de nem folyamatosan. És így egyébként pedig a magyar hip-hop egy nagyon szerethető és egy nagyon jó dolog.
Amerikával összetéve, de egy nagyon jó kifejező eszköz, semmi probléma. Hát részemről osztom válaszvéleményét, az RTM-mel egy eléggé nagy mélypontot ért el, viszont viszonylag reneszánszat éri az ilyeneke, mint mondjuk a Mike Mikenik vagy a T-Kid, akiknek tényleg van mondani valójuk, és elég érdekes szövegjátékokkal is képesek megspékelni az egészet. Ki az az előadó, akit példaképnek tekinthetünk? Magyarból vagy angolból? Hát én igazából a kilakik ittet mondanám, mert jó cucc, amit csinálnak. Nagyjából ők. Nektek? Én TM-et mondanám a Blues Bravasztól és a Testament Rektől. TM, illetve T-Kid, akit úgy példaképnek tekintek. Nem érdekel, teszek mindenkire, mindenki tökölyön meg, kapja mindenkit be. Itt így csak én, nem mondjam, mit érzek, hogy a szív többet ér, mint a kinézek. Hogy érzitek magatokat? Izgultak egy kicsit? Jól érezzük magunkat, izgulni nem izgulok, mert már nagyon sok versenyen vettem részt, nem rappel, hanem tánccal, nem tudom, izgulni. Szerintem nagyon jó a hangulat, sok érdekes arccal találkozunk. Több csaj lehetne, de amúgy... Hát igen, a csaj jó, hiány az, jó. Az cím. Mit vártok az egész rendezvénytől? Milyen céllal jöttetek amúgy? Győzni, mint mindenki más. Most nem fogunk hazudni, meg itt szerénykedni, hát szerintem mindenki nyerni jött. Ez a megpróbáljuk, hogy mit tudunk, ez nyerni jött. Felmérni magunkat. És attól, hogy győztök, tegyük fel, hogy mondjuk megnyeritek ezt a versenyt, attól képesek vagytok megragadni azt, hogy ezzel kitűnjetek ezzel a győzelemmel? Képesek vagytok élni vele? Hogy gondoljátok? Az egyértelmű, hogy tudnak. Szerintem tudunk egyedit hozni, meg hát nem vagyunk átlagosnak, nem mondanám magunkat. Mielőtt felléptek, hagyj kérdezzem meg, mi az az egyedi stílus, vagy milyen kreatív dologgal jöttetek, amivel úgy gondoljátok, hogy kitűntök a tömegből? Hát meghallod majd, aztán megtudod. Nagyon betegek, nem vagyunk normálisak, tehát így ez ennyi. Igazából azt szeretném megkérdezni, nagyon nem ismerünk. Itt volt három művésznév, Denis Diaz Ekü, és egy... Bérces Ádám, hát ez nem egy művésznév. Kérlek, mesélj magadról, hogy mit csinálsz? Én hanglemez kiadással foglalkoztam, korábban a CLS kiadó, most az Egység Médiának vagyok az ügyvezetője, úgyhogy szerintem ebbéli minőségemben vagyok itt. Sok magyar művésszel dolgoztam, volt köztük több hip-hop előadó is, úgyhogy valószínűleg ezért vagyok itt. Itt a contestem, mikor egy új fellépő jön, te milyen szemmel próbálod őt nézni, hogyha a lemezkiadó szemével nézed, hogy mennyire eladható a műsora, mennyire kreatív, esetleg kis dollárjelek föl az arcánál vagy a fejénél így fölvillannak-e? Semmiképp igazából ezt a részét már a művészeti tevékenységnek elengedtem, tehát nem is adok ki nagyon magyar művészeket, inkább a hitelesség meg az üzenet az, amit így keresgélek, tehát olyan előadók keltik fel az érdeklődésemet, akiknek van mondandójuk. Hogy állsz a stílushoz, mennyire áll hozzád közel a hip-hop, vagy mennyire szeretsz más stílusokat is? Zene-dal üzenet függő, tehát így nincs műfaji megkötésem, tehát ugyanúgy szeretek bármelyik műfajból bármit, Denis zenéje az, ami így a hip-hopperek közt közel áll hozzám, vagy a belga zenéje, de Nagy Döglégy Zoli fenn voltam a Jégre teszlek érából természetesen. Mennyire tartod fontosnak az ilyen eseményeket, mert ezt nevezhetjük versenysorozatnak is, meg tehetségkutatónak is, igazából a mindkettőnek egy igen érdekes
mixét állapítottuk meg. Mennyire tartott fontosnak, hogy ilyen rendezvények legyenek? Igazából én most vagyok itt másodszor. Amit láttuk az az, hogy itt tényleg van egy hip-hop szubkultúra, és nekik ez egy tök jó dolog, hogy itt találkoznak egymással, tényleg együtt buliznak, söröznek, rappelnek, tök nagy kollegialitás van, egymás segítik, tehát ez nagyon jó élmény látni. Nem tudom, hogy tehetségkutatás szinten milyen értéke vagy haszna van ennek, mert nem tudom például a tavalyi győztessel mi történt, de mint minden önszerveződés és alulról jövő civil kezdeményezés, ez egy tök jó dolog, hogy ez itt megáll és létezik. Mennyire ellenségetek a YouTube vagy a torrent, hogyha a lemezkiadásokat nézzük, valóban éppen ellensége vagy pedig nem? Nem, nekem semmiképpen, mert önállítás lenne ez, tehát ez egy olyan lenne, mint Don Quixote a szélmalmokkal, tehát itt felnőtt egy generáció, akik egyidősek az internettel, nem lehet elvárni tőlük, hogy azokon a módokon fizessenek a zenéért, ahogyan eddig történt, tehát így amikor ma még mindenki így harcol a CD másolás 2015-ben ellen, vagy a illegális letöltés ellen, azt inkább egy szűklátó körűségnek tartom, tehát inkább modelleket kéne kitalálni, amik vonzók annak a generációnak, aki már nem fog fizetni így a zenéért. Utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy kicsit kitekintve, túlmutatva, visszajönnél-e szívesen még egyszer a Contestrem zsűri tagként, vagy hogy látod, hogy megvalósítja a célját ez az egész rendezvény a jövőben is? Már most visszajöttem a tavalyi után, így pont mondtam a Deniznek, hogy kicsit olyan ez, mint a Balaton átúszás, hogy mindig így elkezdem, és az első kilométernél fogom a fejemet, hogy fú, ez azért kemény lesz, miért vágtam bele, aztán a vége mindig tök jó. Ugyanilyen lesz szerintem most is. Szerintem jönnék jövőre is. Az a kérdés, hogy egy kicsit azért így szerintem érdemes szűrni a jelentkezőket. Tehát azért van egy csomó olyan produkció, ami nem áll meg produkció szintjén. Tök jó, meg lelkesek, meg minden, de talán nekik is egy nagyobb, tehát több segítség az, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, ez most nem ütötte meg a nevezés mértékét, dolgozz azon, mert ő sem lesz csalódott, hogy eljön akár az ország másik széléből, és nem éri el azt, ami miatt jött. Úgyhogy egy kicsit, hogyha ez pontosítva van, hogy mi a célunk az eseménnyel, és mit akarunk elérni, akkor tök jó lehet. Száj, képzeleted beéghet majd, a semmi se fáj, végül az otthon megtalál. Elmúltak az évek a gyerekkor, az egész csak egy pillanat volt, de emlékszem most is mindenre, csak már nem tudom azt, hogy ki merre. A barátok kikkel együtt rég az utcán terveztük, hogy felnőttként milyen lesz majd az életünk. Nem gondoltuk volna, hogy egyszer majd arra ébredünk, hogy tévedünk, a világban szétszéledünk, repülőterek meg tengerek, idegen helyek meg emberek. Köszöntelek körünkben. Igazándiból az első kérdésem az lenne, 2005 és 2007 Eszterházy Károly főiskola, médiatechnológus képzés. Milyen emlékeid vannak a főiskoláról, és mit adott a főiskola neked ahhoz, hogy odáig elérj, ahol éppen most tartasz? Nagyon jól informált vagy, ezt így legelőször le kell szögeznem. Hát igen, 2 évet töltöttem itt Egerben. Igazából nagyon szép emlékeket gyűjtöttem itt össze, tehát ugye ez középiskola után közvetlenül történik, hogy én főiskolára kerültem, mi meglepő módon, ugye? Tehát ez általában olyan lenni szokott, és hát ugye akkor kezdődött el úgymond a nagybetűs élet, hogy ugye elköltöztem otthonról, még ugyan a szüleim támogattak, de már rengeteg dolgot ugye nekem kellett megoldani, tehát itt kezdtem el felnőni igazából Egerbe. Úgyhogy az a 2 év az tényleg szép volt, az, hogy a karrieremhez mennyit tett hozzá, azt igazából megmondani így nem tudom. Akkoriban egyébként forgattunk egy videóklipet a csoportársaimmal, ilyen vizsgamunka gyanánt, úgyhogy elképzelhető, hogy az is valamit hozzátett, de igazából, tehát amit tanultunk, meg ami miatt én itt voltam, azt kamatoztatni nem feltétlenül
véletlenül tudtam abban, amivel foglalkozok. A Hip Hop Contest-tel is itt ismerkedtél meg, illetve a szervező csapattal. Hogy történt ez? Hát itt van Ádám egyébként, nem tudom, hogy a kamerával esetleg meg tudjuk-e mutatni, hogy ide ül. Hello. Ádám, még amikor én ide jártam főiskolára, mi akkor találkoztunk először. Ugye már akkor is rendezvényszervezéssel foglalkozott ő is, meg ugye a Tomi is, és rendszeresen felléptünk ezeken a rendezvényeken, majd ugye elkezdték a Hip Hop Contestet, nagyon jó, hogy kitalálták, hogy elkezdték ugye szervezni, és hát, hogy hanyadjára ülök a zsűriszékben, azt még szerencsére nem kérdeztem meg, mert nem tudnék rá válaszolni, de a lényeg, amire ki szeretnék ütni, hogy ez tényleg ez hosszú évekre nyúlik vissza. Egy csetablakban a lényeget, hogy vágnád le, nem értelek. Pár betű vagy megékezel, ülj le mellém, ne képeket. Fotózz a netről, mobilodról, mint a tükör készít a profilodról. Nem ember vagy, csak adatlap, a monitor a világra vakablak. Az évek gyorsan elszaladnak, magad mikor éreztette szabadnak? Időd nincsen, mert dolgozol, de panelba nyarasz, nem golfozol. A multi hiddel nem Jézuska, te rabszolga vagy, ő meg épuska. A falat nincs olyan ajándék, amitől boldogok lettek anyádék. Egy nagyobb tévétől nem lesz még szebb napot, vagy egy szép estét. A jobb telefon se fog szeretni, max a szarsz is fogsz tudni netezni. Ennyi, amit elhittünk, hogy a tárgyaktól jobb az életünk. De számolj csak ki a képletet, kivel élsz le majd egy életet. Sziget Fesztivál 2014, fellépésed volt, nekem hál' Istennek volt szerencsém az első sorba végig tombolni, ott voltam abszolút az első sorba, zseniális előadás volt, nagyon tetszett. Milyen érzés volt egy olyan fesztiválon énekelni, zenélni, előadni, ami ugye nemzetközileg elismert? Ugye tavaly volt a nagy színpad, most csak így megelőzöm ezt a kérdést, hogy volt tavaly a nagy színpad nevezetű tehetség mutató verseny, ami így volt konkrét a hirdetve, tehát nem tévesztettem el a szót, és ott jutottunk a döntőbe, aminek az egyik ilyen, mondjuk úgy, hogy díja az volt, hogy felléphettünk ezeken a nagy hazai fesztiválokon, többek között a Szigeten is. És hát megmondom őszintén, hogy bennem volt egy pici félsz, mivel ugye tudjuk, hogy a Sziget Fesztiválon a látogatóknak a nagy többsége az nem magyar, és ugye én hip-hop zenével foglalkozok, és nekem baromi fontos, ugye, hogy az emberek értsék, amiről beszélek, hogy ott voltak bennem kételyek, hogy mennyien fogják érteni, ugye amiatt, hogy nem egy nyelvet beszélünk. De egyébként tök jó volt, én nagyon jól éreztem magam, tényleg igazából én előtte nem is voltam látogatóként sem kint a Szigeten, mindenkitől hallottam jót is, rosszat is, úgyhogy én ilyen nagyon nagy kérdőjelekkel mentem oda, és abszolút pozitív értelemben történt a csalódás, hogy tényleg olyan szervezés van, meg olyan technika, meg annyi ember, meg minden adott ahhoz, hogy tényleg egy olyan fesztivál legyen, ami nemzetközileg elismert, és hát ugye idén díjat is nyertek, úgyhogy le a kalappal a szervezők előtt. Out some lyrics that I never said before. Yeah, I'm switching up the lingo, cause my goal is to impress. My moves are unexpected, I think I should play some chess. You see that now it's game over, open up your book again. Hide behind the cover before my lyrical bullets rain. I'm still hungry, that makes ass eyes only hungry. Check them here, that to kids eyes on burger, go to you me, huh? Light to the broom, I shame my bruise to air. I get a bad and brutish from the cans and that fair, yo. Wanna make MC, okay, he's the army, it's more, yeah. Wanna make B-boy, kinek az élete a poro, yeah. Akad a DJ, kinek a tűtő forra vére, yeah.